Az Istenek engem rémítő módra szeretnek. Megajándékoznak ők oly ritka nagy tüdővel, mely a csaták világrendítő dulakodásait illetően elfogyasztani képes, s melyet tőlem minden kántot irigyen. Ti, kik erős lélekkel bírván meg nem szepeltek a harci moralytól, halljátok szavamat. De ti, akitek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részébe szalad, ó, ti kerüljétek szavamat. Íme történetünk egyik főhőse, a széles, tenyerű fejenagy. Tapsoljuk meg! Már az idén 40-szer érte meg a krumplika párást, a szemérmetes Elzsó. Elzsó kasszony 55 éves arcát nem a borital festette pirosra, hanem a szemére. Aki mást állít, az hazudik, mert Elzsó kasszony nem iszta, hanem önti magával. A helybeli legszívű kántor. Bocsánat feleségével, szerelem vágyas Gebrének tengerkínyával. Majdnem mindenki tudja, hogy lángok emésztik szemérmetes Elzsókért, vagy a pinta kulcsáért. Harang rád! Aki jobban utálja a széles tenyérű fejenagyot, mint az ördög a tömérnyát. Amazon természetű márda. Egyedül látjuk a kántor felesége. A többieket majd történetünk közben mutatjuk be. Snorri, hol lesz? Bárj!
Margó az orra alatti díjásit emelte a kancsót, és miután egyet fortyantott belőle, körülbelül annyit, amennyiben 5 vagy 6 ürgét lehetne kicsajnaljukon, ilyen szavakkal termelte meg a levegőt. Magadom.
kerti, de tündéri madár is, amelynek ajtó sem kell, hogy a szívek berekülön. De szerelmem én bölcsalászik voltam volna, ha nem veszi észre, haragudnám. Ő észrevette, s felhúztatok, hogy miért, azt én nem tudhatom. Igazolja magát a ragját, hogy úgy rá fog ütőbe, ahogy nem sületünk. És igazolni fogom magam, nem mintha félnék magától. Mindig az, amit a vándorul elmondott, mellesleg szól, hogy állva haszontalan ember, a klimatilálni. Én biztattam fel, hogy csak kellek egy elmerkedésre a szemémetes elbukok, mert így nézett utálom, mint a büdös bogara. Emberek, mint összeállják. Hátorom szerelmük volt, de még összeállják.